Ezen a gyalogátkelő helyen gázoltak el egy asszonyt a napokban Pécsett. A 67 éves nő éppen át akart kelni a zebrán, amikor egy férfi hajtott felé gépkocsijával. Az eset a Lánc utca és a Koller utca kereszteződésében történt. A férfi az Ágoston tér felé haladt tehergépkocsijával, majd a buzatéri gyalogos átkelő helyen eddig ismeretlen körülmények között elütött egy nőt, aki a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően meghalt. A baleset körülményeit a pécsi rendőrkapitányság vizsgálja. Az egyenruhások a közeljövőben új módszerekkel szeretnék megelőzni az ilyen és ehhez hasonló baleseteket. Ez volt idén az első halálos közúti baleset. A rendőrség egyébként a napokban a gyalogosokat fogja ellenőrizni. Ennek értelmében a gyalogosok sérelmére elkövetett vagy általuk elkövetett jogsértésekre vonatkozó szabályokat kell betartani. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonsági helyzet javítása. A Pannon Televízió híradóját Sarkadi Krisztina tudósította.